Sebességkorlátozó tábla, feltúrt utak, az Orosi Medgyes utcát is felújítja az önkormányzat augusztusig. Nem ez az egyetlen beruházás a város részen. Önkormányzati forrásból épült aszfaltossá még a Platán utca, a Platán köz, a Tujafa, a Füzes, a Tiszafa és az Ezüstfenyő utca is. A város közúti infrastruktúra fejlesztésének része, hogy útépítés, járdaépítés, felújítások és csomópontépítések zajlanak. Bár több évtizedes lemaradásban volt Nyíregyháza, pár évvel ezelőtt elindult egy olyan beruházási terv, amelynek köszönhetően pár éven belül két körgyűrűje lesz a településnek. Ennek az egyik a belső körgyűrű lesz, a Nagykörút bezárása, amelynek lezárult a tervezési tendere, tehát rövidesen augusztusban megkezdődik a tervezés. Azt szeretnénk, hogy jövőre, következő évben a megépítés is elinduljon, azaz a kivitelezés, amit valószínűleg 2019-ben, sőt biztos nem lehet befejezni, de 2020 szeptemberig, a tanévkezdésig nagyon szeretnénk. Ehhez kapcsolódik az intermodális csomópont építés, ennek már folyik a tervezése. Múlt héten voltak nálunk a Városházán a tervezők, a NIF vezetőivel együtt. Körülbelül 4 hete megkezdődött a tervezés. Itt az állomás, vasútállomás környékének az átépítéséről van szó, leegyszerűsítve, aminek az a lényeg, hogy 200 mélygarázsba parkolót tervezünk, a buszokat 25 helyen érkező indulóval, tehát 50 busz állomást, illetve egy behívó rendszerben az összes szükséges, a járatokra szükséges buszt ott tárolnánk, vagy helyeznénk el. Egy másik nagy terület a közlekedési csomópontok fejlesztése. Ennek a tervnek is van már korábban megvalósult szakasza, mint például a Szarvas utcai körforgalom, vagy a Debrecen-Kígyó utcai csomópont kiépítése. Tervezésben van a Család utca, Szalag utca körforgalom, de nem ez az egyetlen hely, ahol körforgalom építését tervezik. Több hasonlóan forgalmas és balesetveszélyes csomópont is van Nyíregyházán, ilyen például még a Csalóköz, Korányi Frigyes, valamint a Vasvári Pál utca. A kerékpárút hálózathoz jelenleg 60 kilométernyi szakasz tartozik, jelenleg a Korányi Frigyes utca bő 1 kilométeres szakaszát építik. A közeljövőben egy másik irányban, a Kígyó utcától is folytatódik majd a kerékpárút építése, amely érinti majd a debreceni, lujzai és kálói utat is. A következő terület a járdaépítések. Na, ez szemben látható, hogy ezt 4 évvel ezelőtt kezdtük, most hangsúlyozottabban tudjuk, több forrást tudtunk szerezni. Ennek a befejezési szakában van a Korányi, Eperjes, a Stadion utca, a Deák Ferenc utca, tehát több helyen épül, ezek augusztus 31-ig be is fejeződnek. És hát vannak ezen kívül az útfelújítások, Sóstóhegyen, vagy Sóstói út elkészült, ugye, és sok szakasz jön még. A pénzügyi háttere is sokrétű ezeknek a fejlesztéseknek. Tavaly előtt 2 milliárd forint központi költségvetési kormányzati forrás nyert a város, de topos pályázati összegeket is felhasználnak a beruházásokra. A Modern Városok program forrásából is jut az útépítésekre, illetve az önkormányzat saját forrásából évek óta 6-800 millió forintot fordít a közúti infrastruktúra fejlesztésére.